Egy gyerek az nem csak egy test, nem csak egy hús-vér, hanem egy olyan óriási szándékú lélek és lény, akivel már akkor bármit meg tudsz beszélni, amikor bent van a hasadban. Magán jellegű videókat nem szoktam megosztani az oldalamon, de most egy szüléstörténettel érkeztem hozzátok rendhagyó módon, amivel szeretnék egy nézőpontot adni azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek korán sem csak kis testek, akiket irányítani kell. Videó pedig annak alkalmából jön létre, hogy a kisebbik fiam ma 5 éves. A nagyobbik fiam pedig ma 5 éve vált testvérré. Városa és szülészete válogatja a szokásokat, de szerintem sokan tapasztaltátok azt, hogy ha az első gyermeketeket császármetszéssel hoztátok a világra, akkor nem annyira támogatják a legtöbb helyen azt, hogy a másodikat természetes úton szült meg. Ez nálam is ugyanígy volt a szegedi klinikán, de mivel pontosan fel tudtam mérni az első gyerek születése után, hogy min múlott az, hogy ez császáros szülés lett, és hogy mennyire befolyásolta a környezet, az ott dolgozók, az egész történést, de eldöntöttem, hogy nem fogok engedni a külső nyomásnak, és természetes úton vagyok képes megszülni a második gyerekemet. Ezért mindent meg is tettem, amit azzal a tudással az akkori fejemmel meg tudtam tenni, a fejlődés, a tanulás tekintetében. Képes vagyok erre, és igazából pontosan tudom, hogy minden nő képes erre, hogyha nincsen testi elváltozás vagy testi probléma. Közeledett a kiírt dátum, és nagyon-nagyon jó fej orvosom volt, aki tiszteletben tartotta az én célomat, még annak ellenére is, hogy fentről nyilván az ő főnökei és felettesei is már így rugdosták a hátsóját, hogy ezt az anyukát vagy kismamát most már ideje lenne megcsászározni. Ő még kitartott egy pár napig, és kitűztünk egy utolsó-utolsó időpontot, hogy ameddig nem indul be természetes úton, akkor viszont nyilván a másodiknál is császármetszésre kerül a sor. Úgyhogy be is feküdtem a szegedi klinikára, volt kettő napom, hogy ez a szülés beinduljon, hiszen a befektetés is már annak a céljából történt meg, hogyha tényleg nem történik semmi, akkor kéznél legyek, és el tudják intézni magát a szülés. És akkor itt jött az, ami Isten igazából alátámasztja, hogy egy gyerek az nem csak egy test, nem csak egy hús-vér, hanem egy olyan óriási szándékú lélek és lény, akivel konkrétan már akkor bármit meg tudsz beszélni, amikor bent van a hasadban. És ezt nyilván most főleg az anyukáknak mondom. Megvolt az időpontom csütörtök reggel 8-ra, hogyha nem történik addig semmi, akkor engem úgy, ahogy vagyok, tolnak be a műtőbe. És kedden este hoztam egy döntést, hogy most ezt mi megbeszéljük a gyerekemmel ott bent a hasamban. Teljesen kizártam a környezetet, beraktam a fülhallgatót, hallgattam egy kis zenét, és befordultam a fal felé, tényleg senkit ne lássak, ne halljak, semmi ne történjen, csak én meg ő, és elkezdtem vele kommunikálni. De nem szavakkal, nem hangosan, nem kezdtem el hangosan hozzá beszélni, és ez is mennyire komolyan alátámasztja azt, főleg ha neked is volt ilyen élményed, hogy nem a kimondott szó az feltétlenül, amivel kommunikálsz. Kommunikáltam felé, ő néha vissza-vissza rugdosott, és ő is visszakommunikált. És akkor még nem tudtam, hogy konkrétan ennek tényleg lesz eredménye. Azt éreztem, azt az óriási, erős szándékot és akaratot, hogy biztos vagyok benne, hogy nem hagyjuk azt ketten közösen, hogy megint egy műtét legyen a vége. Ebbe aludtam bele, ebbe a beszélgetésbe és kommunikációba, sokkal inkább kommunikációba, mert, mint ahogy mondtam, nem szavakkal kommunikáltunk. És mi történik? Másnap, szerda reggel, 7 óra környékén arra ébredtem, hogy olyan fura fájásaim vannak, ami úgy korábban nem volt, maximum a Bencénél volt ismerős. Oké, kimentem, szóltam a nővéreknek, ők nyilván csitítgattak, ahogy szoktak, nagyon-nagyon kedvesen és szeretetteljesen visszaküldtek a szobába, hogy ez még semmit nem jelent, de én tudtam, hogy jelent. Tehát ez megint csak mit támaszt alá, hogy úgyis te tudod a legjobban, testileg érzed, hogy mi történik veled, nem pedig egy külső személy, még akkor is, hogyha ő már több ezer ilyet látott. Kb. Egy órát vártunk még, aztán én szóltam a férjemnek, hogy itt biztosan szülés lesz, úgyhogy rakja le a nagyobbat a bölcsibe, és jöjjön. A nővérek szóltak az orvosnak, megvizsgált egyszer, megvizsgált kétszer, és mehettem a szülőszobára. A részletekben nem megyek bele, de végig tudtam csinálni, sikerült a célunk, meg tudtuk azt csinálni együtt a fiammal, hogy délután 2:30-ra megszületett Vince. Ennek a történetnek több tanulsága van. Az egyik az, hogy mindig te fogod alátámasztani, vagy éppen megcáfolni azt, hogy mire vagy képes, soha nem egy külső személy.
te tudod pontosan, hogy mire vagy képes, és ha valamit eldöntöttél, akkor azt végig tudod csinálni, mert szándékod van benne, és egy lehelletnyi bizonytalanság sincs ott. A második tanulság, hogy nem csak szavakkal tudsz kommunikálni, sőt, a szavakkal való kommunikáció fölött még nagyon sok-sok olyan kommunikációs forma van, amivel át tudsz adni egy érzést vagy egy gondolatot, és ezt a gyereknevelésben is tudod használni. Hiszen, harmadik tanulság, a gyerekek igenis tudnak érzékelni olyan dolgokat is, amit te nem gondolnál. Egy hangulatot, egy érzést, egy szándékot, mint ahogy nálam érzékelte a Vince, hogy mi egy csapatban vagyunk, és jó a szándékom. Következő tanulság, hogyha volt már egy császáros szülésed, egyáltalán nem biztos, hogy nem vagy képes másra. Persze, ha nincs testi probléma, hiszen nyilván orvos nem vagyok, csak egy olyan szülő, aki ezt már megtapasztalta. Ennyire hosszú videót még soha nem készítettem a TikTokra, és ennyire személyeset sem, de úgy éreztem, hogy itt a Vince születésnapja alkalmából most van itt ennek az ideje, mert szerintem ezzel is tudtam nézőpontokat adni, tanítani, bíztatni, megnyugtatni benneteket. Ha tetszett, és van olyan gondolat, amit megosztanál velem, akkor írd meg kommentben.